Táncos bemelegítéssel indult a családi délután a kaposvári gyakorló iskolában, ahol játékos feladatokkal várták a gyerekeket és szüleiket. Számos mozgásformát ki lehetett próbálni az állomásokon. Én kipróbáltam a pogóbotot, a sákbanugrálást, meg a boxolást, az önvédelmit. Sokan szüleikkel, mások osztálytársaikkal, barátaikkal teljesítették a feladatokat. Én nagyon élveztem. Szerintem ez egy elég jó nap így a sulinak, mert sok a szórakozás, meg a gyerekek ide kijönnek is itt levegőzni, ez szerintem jó. A feladatok teljesítését pedig fel is jegyezték. Ide kapjuk a pecséteket. Miért kapjátok a pecséteket? Amikor teljesítették a pályákat. Volt, aki egyedül, más segítséggel vette az akadályokat a családi délutánon. Próbálunk így végigmenni rajta valahogyan. Még nem tudom. Anyai segítséggel. Muszáj. Az iskola udvarán és a tornacsarnokban összesen 16 pályát alakítottak ki a pedagógusok. A csarnokban több olyan helyszínt hoztunk létre, amelyik kifejezetten a kúszás, mászás, bújás, ami egy kicsit a szülőket is megmozgatja jobban. A családi délután célja a mozgás mellett az is volt, hogy a kötetlen program erősítse az iskolai közösséget. A családi nap alapvetően arról szól, hogy az iskola és a család közti kapcsolatot még inkább erősítsük, úgymond az iskola nagy családjába beengedjük a kis családokat, hiszen együtt kell dolgoznunk, egy a cél, a gyerekek testi-lelki fejlődését elősegíteni, és azt gondolom, hogy a mi iskolánkban a sporté a főszerep, tehát nyilván a sport az alaptémája egy ilyen családi napnak is. Az aktív iskola program tagjaként a kaposvári gyakorló számára is kiemelten fontos a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.